Többek között Győrből, Makóról, Putnokról, Békésből és Hódmezővásárhelyről is érkeztek versenyzők Szekszárdra, ugyanis ezúttal a Déli Agrárszakképzési Centrum Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum Szakképző Iskola és Kollégium adott otthont az országos szakmai tanulmányi verseny döntőjének. A kétnapos megmérettetésen a tanulóknak szóban és gyakorlatban egyaránt bizonyítaniuk kellett. Szerencsére szóbelin jó tételeket kaptunk, úgyhogy az viszonylag könnyebb volt, mint amire számítottam egyébként. A gyakorlat pedig ugye az közelebb is áll hozzám, és azt is viszonylag egyszerűnek találtam. A versenyen összesen 12 iskolából 22 agrártanuló indult, állattenyésztő és állategészségügyi és mezőgazdasági technikus szakmákban. Hosszú volt, viszont a versenyzők helytálltak, nagyon tisztességgel helytálltak. Minden elismerésem az övéké, mind mentálisan, mind fizikailag azért végigcsinálni a két napot, hogy minden pillanatban toppon kellett nekik lenni, és be kellett mutatni a tudásuk legjavát idegen embereknek. Azt, hogy az első három helyezett tanuló a dobogó hányadik fokára állhat majd fel, április 26-án hirdetik ki Budapesten a Szakmasztár Fesztiválon.